A világ első tőzsdéje Amsterdamban nyílt meg, ahol kezdetben egy tengerparti fűszfa alatt találkoztak a kereskedők, hogy a különböző országokban vert pénzekkel, a raktárokban heverő árukra szóló utalványokkal kereskedjenek. Amikor 1602-ben a holland kelet-indiai társaság kibocsátotta az első részvényeket, már külön csarnokban folyt a kereskedés. A magyar tőzsde 1864-ben kezdte meg működését. Mára a világ országainak mintegy felében működik tőzsde, ahol nagy tételben, szigorú szabályok között folyik a kereskedés. A tőzsde és pénzügyi ügynök bróker pénzintézetekben dolgozik alkalmazottként. Értékpapírok, kötvények, részvények adásvételével és devizakereskedelemmel foglalkozik. Munkája középpontjában a megbízói igények megismerése, a lehetőségek feltérképezése, az ügylet megkötése, majd a kapcsolódó dokumentációk elvégzése áll. Legfontosabb feladatai közé tartozik az információgyűjtés, hogy megismerje a vásárolni kívánt papírok mögött álló cégeket, illetve tájékozódjon megbízója anyagi helyzetéről. Ezután a piacról és az ügyfelekről szerzett információkat meghatározott szempontok alapján átgondolja, elemzi, hogy értse a piac rövid és hosszú távú várakozásait, felmérje megbízója kockázatvállalási hajlandóságát, és ezek alapján ügyfele számára elfogadható üzletet ajánljon. Tevékenységi körébe tartozik a további lehetséges ügyfelek felkutatása és a meglévőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Régi és új ügyfeleinek egyaránt ismerteti a termékeket. Munkája fontos része az üzletkötés, amelyet számítógépes programokon keresztül hajt végre. Ezekről pontos naprakész dokumentációt készít. A mi szakmánk az a pénzügyi szolgáltatás, mivel függetlenek vagyunk, ezért olyan tanácsokat adunk az embereknek, amik mindenképpen nekik hoznak előnyt, és elég komoly előnyöket tudnak elérni azáltal, hogyha egy szakemberrel dolgoznak együtt. Legfőbb munkaeszköze a számítógép, amelyen a pénzintézet saját programjai futnak, valamint a telefon. Fontos használati tárgya még a törvény által előírt pénzintézeti formanyomtatványok, bizonylatok. Gyakran veszi kézbe a különféle eljárásrendekről, jogszabályokról szóló ismertetőket. Irodatechnikai eszközök is segítik munkáját, a kapcsolattartásban nélkülözhetetlen eszköze a telefon. A két legfontosabb terület, amiben otthonosan kell mozognia, a matematika és a kommunikáció, hiszen el kell igazodnia a számok világában, és képesnek kell lennie a megszerzett információk átadására, emellett meggyőző képességre is szükség van. Nélkülözhetetlen a digitális kompetencia a különböző számítógépes programokon való eligazodás érdekében. Tevékenysége megkívánja a szervező képességet, az önállóságot, a felelősségtudatot és a pontosságot. Az ügyfelekkel való kapcsolattartásban nagyon fontos tulajdonsága a figyelem és a türelem. A brókernek a feladata a pénzügyi piacnak az elemzése. Folyamatosan figyeli a pénzügyi trendeket, a megbízóitól, illetve a megbízóinak javaslatot tesz vásárlásra, illetve eladásra, attól függ, hogy hogy látja annak a bizonyos területnek a mozgását. Természetesen lehetnek itt is olyan tévedések, amikor nem mindig jön be, de ő neki konkrétan csak és kizárólag az ügyfél megbízás alapján teljesíthet tranzakciókat. A tőzsde és pénzügyi ügynök munkáját zárt térben végzi, valamilyen pénzintézet ügyfélterében vagy irodájában. Munkaideje heti 40 óra, amelynek beosztása egyfelől függ a tőzsdei nyitvatartástól, illetve a megbízókkal való kapcsolattartás időpontjaitól. A tőzsde és pénzügyi ügynök szellemi munkát végez, ideje zömében számítógép előtt ülve. Ennek következményeképpen idővel romolhat a látása, illetve ízületi és gerincbántalmak jelentkezhetnek. Pszichikai terhelést jelenthet a munkával járó nagy felelősség. Ezeket az ártalmakat rendszeres testmozgással és a szünetek beiktatásával meg lehet előzni. A tőzsde és pénzügyi ügynökkel szemben különösen elvárt a jól ápolt megjelenés. Ezen felül az épp végtagok szükségesek a számítógépes munkavégzéshez, jó látáséleség a dokumentációk kezelése céljából, az érthető beszéd az ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében. Ergonómiailag helyesen kialakított körülmények között, speciális eszközök használatával munkaköri részfeladatokat látás és mozgássérültek is végezhetnek. Elsősorban a legfontosabb az, hogy szeressél segíteni az embereknek, tehát ez legyen a célod és ez motiváljon, ne pedig az, hogy saját magadnak jövedelmet termelj. Ezen kívül nagyon fontos a precizitás, a hitelesség, tehát egy ügyfélhez úgy mész oda, hogy felkészült vagy, hiteles vagy, és
fel, bármilyen kérdéssel, amit fel fog tenni, arra előre felkészülsz és válaszolsz. Ezen kívül nagyon fontos még a diszkréció a mi szakmánkban, hiszen legjobban egy orvosi szakma azt tudnám viszonyítani, mivel a pénzügyi terület, az embereknek a pénzügye az a egyik ilyen legkényesebb területe egy személynek. Ezen a pályán akkor találja meg számításait az ember, ha érdeklődik a változatos, kockázatosabb dolgok iránt, és hajlandó tenni a feladatok, problémák megoldásáért. A munkakör betöltéséhez a pénzügyi termékértékesítő szakképesítés megszerzése szükséges. Megkezdésének előfeltétele a sikeres érettségi vizsga, egészségügyi alkalmassági követelményeknek nem kell megfelelni. Elvégezhető szakközépiskolában és iskolarendszeren kívüli képzésben egyaránt. A tantárgyak közé többek között gazdasági, pénzügyi, banki ügyfélkapcsolati alapismeretek tartoznak. A végzettség birtokában el lehet helyezkedni például értékpapírpiaci ügynökként, befektetési és vagyonkezelési ügyintézőként, portfóliókezelőként vagy személyi bankárként. Továbbtanulási lehetőséget a felsőoktatási intézmények pénzügyi, közgazdasági szakjai kínálnak. Rokon szakmaként a pénzügyi elemzőt és a befektetési tanácsadót, valamint a pénzintézeti ügyintézőt említhetjük. A tőzsde és pénzügyi ügynök, broker havi bruttó keresete életkorától, szakmai tapasztalatától függően 285 és 850 ezer forint között mozoghat. Az országos átlagbér nem mutat változást az elmúlt időszakra visszatekintve. Az igazán jó szakemberekre mindig szükség van, így akiben van elszántság és van érzéke a területhez, könnyen el tud helyezkedni. Nagyon napra késznek kell lenni ezen a piacon, az emberek nagyon gyorsan átlátják azt, hogy kivel állnak szemben, hogy te valóban egy felkészült ember vagy, és valóban tudod képviselni az ő érdekeiket. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.